Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét a Space Engineers-ből jelentkezek. Kijött a játék az Early Access-ből, de nem csak ennek okán vagyok újra itt, hanem mert volt egy jó kis live, és újra meghozta a kedvenc hozzá, és úgy döntöttem, hogy elkezdek egy új sorozatot. Meg is csináltam neki az első ilyen kis mentését már, tehát éppen zuhanok befele, a földre fogok lepottyanni egy általam még nem ismert ilyen kis nem tudom mibe, ilyen kis űrhajóba, és hát ott kezdek majd új életet. Elvileg a folytatás az jó, mert éppen ott tartottam, hogy így estem befele, úgyhogy jó lesz ez nekünk. Üdvözlök minden kedves nézőt, aki már korábban is követte a Spaces részeket, illetve azokat is, akik esetleg utólag mostanában csatlakoznak be ehhez a jó kis játékhoz. Na hát itt vagyok ebbe a cuccba, nem tudom ez mit tud. Nézzük meg egy külső nézetet. Hát ez semmit kb. Ez be fog esni? Hát, ja, gondolom. Ja, ez ejtőernyős. Jó, oké. Hát ez király. Akkor itt nem lesz olyan, mint régen volt, hogy itt fogok tudni mászkerálni jobbra-balra. Így, ez becsapódik keményen, ja. Hát itthon vagyunk, itt fogunk élni. Már itt is sokkal szebb a játék egyébként, a fű mozog meg minden, és valami rétre estem le. Jó. Akkor szálljunk ki. Mondjuk azt mondjuk neki, hogy F. Hoppá. Levehetjük a sisakot, ugye itt? Ja, itt le. Ez továbbra sem változott. Kutyák vannak, úgyhogy megyünk is a G-hez. Ez mi ez? Wind turbine, azt a mindenit. Na, keressük meg a fegyvereinket. Block weapons. Elvileg a fegyverek be vannak kapcsolva, nem tudom, hogy miért nincs fegyverem nekem. Ebbe be lehet szállni vissza, vagy nem nagyon mi? Az ottan, micsoda, F. Meg kell ismernem ezt a szerkezetet. Aha, itt van, hát itt semmi sincs nagyjából. Survival kit az ennyi. És action van itt még. Ez is valami tartály. Na, ebben van oxigénpalack, azt kivesszük. Meg némi jég van. Azt kifújt. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy ezt szétkapni, nem? Vagy nem tudom. Ebben van töltési lehetőség. Van benne egy kis aksi. Van benne egy pici tárolóegység. Ez egy sima mezei tárolóegység, igen. Jó, és te is tárolóegység vagy? Oxigén generátorja, jó. Hát akkor nekünk ennyi van kb. Ezt ki is kéne kapcsolni, hogy ne fogjon. Azt úgy tudom, hogy nem az X-el, hanem az Y-nal így. Nem engedi ki kapcsolni. Hát ez megy mindig, úgy látszik. Jó, hát bizakodjunk benne, hogy ez így jó lesz nekünk. Respawn. Na, csináljunk egy ilyen GPS pontot. Hát nincs fegyverem, nem tudom mi van. Fegyvert miért, nem tudom, hogy miért nem kaptam fegyvert. Azt mondja, hogy új. Ez lesz az új pont. Ezt átírjuk, hogy start. Oké. Ez ennyi, nem? Ezt már elmentette ilyenkor. Azt mondja, új törlés, oké. Jó, most kettő van, itt egy start, meg a respawn. Na. Ki kell találnom a miként, tehát a tovább lépés mikéntjét. Fölmegyek ide, fölfutok ide a hegyre egy kicsit, körbenézni, hát hogyha látok ott valami szakadékot, vagy valamit, hogy milyen bajom van arra fele. Van staminám, itt nincs olyan, ugye? Jetpack az nem megy. Nem tudom, mi ez az O. Jó, oké. Hát ez nem segített rajtam, ugye messze van a kis hajóm már, de ez nem segített rajtam nagyon. Még az lenne jó, hogyha ezt repülésre tudnám bírni ezt a podot. Mert végül is el kéne mennem. Van rajta valamilyen hajtómű, nem tudom milyen, mindjárt megnézzük. Megnézzük mindjárt, hogy milyen hajtóművek ezek. Ez egy
PC. Atmospheric thruster. Az jó, pedig az jó nekem. Na, tehát hogyha azt mondja neki, hogy Y, és azt mondom neki, hogy I vagy K. Melyik is az az inventory? Vezérlőpult. És akkor itt vannak nekem olyanok, hogy battery, bacon, landing gear. Nem igazán vannak itt a hajtóművek. Itt a konténerek vannak. Azt mondja, X-el nem nagyon. P. Azzal se nagyon. Mentésre került a világ, annyira jöttünk rá. Lehet, hogy ezzel nem fog tudni repülni itt. Ugye ez csak azért van, hogy csökkenti a... Ja, ezzel helyváltoztatni nem nagyon fog tudni. Ja, nem nagyon. Így van. Jó, hát akkor nincs mit tenni, akkor keresgélnem kell. Akkor viszont kiszállás. Azt mondja, hogy F. És előveszik a fúrót, aztán megnézzük, hogy van-e itt valahol fém. Mert nekem fémet kéne találnom, de még finomítom sincs, úgyhogy ez elég cinkes lesz ez a dolog. Nem is értem én ezt, hogyan tudom megvalósítani itt az életet. Ebből a kis csekély valamiből. Összesen van egy kis jegem, azt a sapka. Egy-két ilyen holmi van itt még. Ezeket nagyjából semmire se tudom használni, ezeket a holmikat. Nincsen az mi az ott? Hatos. Ez egy ívkemence. Ja, úgy ívkemencét azt lehet, hogy össze tudnék hozni. 20 fém számítógép. Ja, lehet, hogy ezt össze tudom hozni, és akkor tudok már fémet gyártani. Csak ezt valahol le kell tenni valami platformra, vagy hát erre nem lehet. Még kicsi ebből nincs. Nincs kicsi ívkemence, sajnos. Hát. Ennek a létszükségletét meg tudom teremteni, csak kellene valamilyen energiaforrás, ami mondjuk lehetne akár ez is, egy szélturbina, mert ez valószínűleg energiát termel. Jó, megpróbáljuk, akkor ez lesz az alapkoncepció. Keresünk valamennyi fémet, ha tudok. Ha nem, akkor a hajóból fogjuk kinyerni. De azért egy kicsit itt mászkálok, hát ha találok valami bányászható fémet, bár nem tudom, hogy mennyi esélyünk van rá. Elmegyek ide a síkabb területekre, hát ott a azon a részen lett. Vagy egyszer közben meg reménykedjünk, hogy nem találkozunk semmilyen farkassal vagy ilyesmivel. Mert az nem tenne jót nekünk. Nem vagyunk hozzá elég jól fölkészülve. Szerencsére se oxigén, se hidrogén nem kell itt a sétához. Úgyhogy viszonylag nagy távolságot tudok megtenni így. Ott volt valami érdekes rakás, lehet, hogy egy fa tetejére, de azt megvizsgáljuk. Azt megvizsgáljuk, hogy ott mi van. Hát minden kezdet nehéz, főleg így az új játékban. Fogalmam sincs, ugye ennek a régi kezdés az egyszerűbb volt, mert egy hatalmas hajóval potyantam be ide. És hát abban azért bőven volt annyi alkatrész, ami a túléléshez szükségeltetett. Jó, hát itt nem lesz semmi, az egy fa teteje volt, amit észleltem. Egyébként ezeket ki lehet termelni, vajon, vagy nem nagyon, nem jellemző. Na mindegy, megyünk még, ez egy furcsa, furcsa dolog itt. Attól tartok, hogy ez elég nehéz lesz így, kézi furdancsal. Kicsit még mászunk, nem tudom, a nap az... Hát elég lassan kell fel, úgyhogy azért vannak lehetőségek. Ott is van egy hegy, úgy néz ki, mint a Badacsonyi hegy kb. De nem hiszem, hogy a mögötte a Balaton lesz. Kicsi rá az esély, de most mindegy, mert elindultunk, egy kicsit császkálok. Megnézzük, hogy itt milyen lehetőségeink vannak. Hát, hogyha csak beugrik valahol egy Iron lelőhely. Ezt a régi verzióban is nehezen találtam egyébként. Hopp, itt van valami szurdok. Elképzelhető, hogy még jég is lesz ide lent. De egy árnyékos az oldal. Csak lenne essek valami nagy büdös szakadék, ne legyen. Ó! Egy nagy büdös szakadék. Mindegy, itt azért lemászunk valamennyire.
Hát, ha találunk valamilyen érclelő helyet. Itt azért van esély. Mondjuk nem kéne leesnem. Jetpackre rá kéne nyúlnom azért az X-el. Itt azt hiszem elég jól fogy a jetpack. Tudom, milyen szögbe tudok így menni, hogy ne essek nagyot. Ez elég mély. Hogy őszinte legyek. Ó, már problémái vannak a karakternek. Ja, itt a fölmenetellel óvatosnak kell lenni. Itt van gravitáció, meg minden. Nem feltétlenül kéne nekem oda lemennem a mélyébe, igazából. Csak nem tudom, ez a fúró és milyen távolról észlel valamilyen ércet. Vagy hogy én esetleg vizuálisan, hogy azok a foltok lehetnek-e azok. Megnézzük azt a foltot, mert azok olyan, az olyan folt, mint a, ami ott is volt. Örülök, hogy kutyák nincsenek, vagy farkasok. Nem tudom, pedig bekapcsoltam, tehát bekapcsoltam mindenféle állatot, ami volt a játékba. Normál veszélyt állítottam be. Úgyhogy hát megpróbálunk akkor így. Ezt sem tudom, ez is egy furcsa folt itt ez a cucc, csak hát ugye nem látszik, hogy itt lenne valamilyen érc. Ahol láttam azt a füves foltot valahol itt. Hát ez elég messze volt. Akkor lehet, hogy nem itt láttam, vagy itt láttam. Itt nincs. Itt meg már megint nagy szakadék van. Fúrjunk bele egy kicsit, megnézzük, hogy hát, ha találunk valamit, de ez inkább kő lehet. Mennek lefele a kavicsok. Fölvettem valamit, megnézzük, hogy mi az. Ez egy sima vezérkő, ezt ki is dobjuk, nem kell. Nem igazán találom itt a vasamat. Egy vasam sincs. Mindenképp kéne valami repülési lehetőség. Ismeretlen szignál 3,9 kilométerre. Arra fele van, és van 14 percünk, hogy odaérjünk. Itt mondjuk fölértékelődnek az ilyesmik szerintem. Hát, ha van benne valami cucc, meg elhozom a vas. Ja, azért elmegyünk. Azt legfeljebb utána visszatérünk. Most hol van ez az én kis szignálom? Az ott 18. Ja, oké, arra fele. Közben árgus szemekkel figyelem a horizontot, hát ha felcsillan valamilyen ásvány beszerzési lehetőség. De azért nézni kell azt is, hogy túl nagyot ne zuhanjak. Itt mondjuk ezen talán le tudok ereszkedni. Itt. Hoppá! Sikerült jó. Az ismeretlen szignál ott 3 kilométerre van. Nem kevés egyébként, főleg ezen a szakaszon, ezen a terepen. Remélem nem keresztezi az utamat szakadék, mert sose látom, hogy mi vár, de gyanús nekem, hogy ott át kellene. Meg kell kerülnöm ezt az egészet. Há! Biztos, hogy találok a kis podomhoz a végén. Mindegy, itt fölnyargalunk, lehet, hogy körbefutunk. Szerencsére stamina nincs, úgyhogy jetpackkel is át tudnék esetleg menni, csak nem hoztam el a kis palackomat. Ami nem feltétlen volt rossz döntés, mert az veszélyes is lehet, hogyha hurcolom ezeket a jó cuccokat, amik korlátosak. Na itt nézzük meg, itt nem tudunk-e lesétálni esetleg. Ami minden jött meg föl kéne sétálni, úgyhogy lehet, hogy nem kéne, inkább elmegyünk fölül. A régi sorozatomat idézi. Ott is baromi nehezen találtam meg a vasat, úgy emlékszem. Vannak egyébként a játékban elvileg, nem tudom biztosan, mert nem láttam még személyesen, de elvileg vannak elhagyatott. Hát itt nem fog tudni lemenni, be kell kapcsolnom a jetpackemet. Mondjuk ez elég jól működött, úgyhogy ezt előbb is megtehettem volna, na mindegy. És nem is fogyasztott olyan baromi sokat. Hát azért fogyasztott óvatosnak kell lennem, onnan föntről jöttem le. Ja, majd ügyesen átreppenünk itt ezen a szakaszon. Hazafele még egy kis jeget is kéne bóklásznunk. Ez mi ez a furcsa fa egyébként? Ilyen kopott fa, lehet, hogy ennek valami oka van, hogy ez így néz ki. Mindegy, most már megkeressük ezt az ismeretlen szignált. Még mindig baromi messze van.
De hát nincsenek igényeink igazából. Igazából nincsenek problémák. 2,19 km, jó 5 kilométerre elsétálunk objektünktől, a podtól. Nem tudom, a fáknak van-e jelentősége, hogyha mondjuk kitermeljük, az mit ad? Próbáljuk már meg, lehet, hogy flexel ki lehet termelni a fát. Hopp, agyon ne csapjon, mert azért ez nagy. Jó. Nem ad semmit, ezt csak kidöntöttem szépen. Ennyi történt. Meggondolom, vitt le egy kis energiát. Ja igen, az fogyott, azért óvatosan kell bánnunk ezekkel a furásokkal, hogy főleg távol vagyunk. Mert az energiám szintén korlátos. Tehát ez a hajó, az hasznos, ami otthon van, mert abba tudok tölteni létszükségleteket, de azzal tovább lépni nem nagyon tudok egyelőre. Hopp, egy iron. Azt viszünk viszont. Azt mondja 12, 12, itt van 12 méterre lent. Azt a leborult. Ajaj. Csak egy GPS pontot ide. Azt mondja, hogy GPS. Adunk neki egy nevet, hogy... De nem az Unknown szignált akarom én beállítani, hanem egy újat. Igen, az lesz a neve, hogy Iron. Arról, és úgy is írjuk be, hogy Mine. Iron, így. Leírás. Hát nem írunk ide semmi extrát, ott írjuk, hogy vasbánya. Az lesz a leírása. De a koordinátája az remélem, hogy nem ez a 0-0. Jelenlegi koordinátákkal. Ez most nem nagyon sikerült szerintem. Ez megvan, ez a jelenlegi pozíció, akkor ez lesz a vasbánya. És azt adjuk neki, hogy mine iron 1. Jó, a barátját megtöröljük. Az megtörlés. Oké, és ez is sikerült. A start, mert oda nem vettem fel koordinátákat, úgyhogy töröljük. A respawn ship az megvan. Oké. No, tovább futunk. Akkor megvan a bánya. A bányát azt ott látjuk. Jó. Szuper. Ezt akartam elérni. Energiát most nem akartam fogyasztani, mert nem tudom, mennyi kell a hazaútra, és most meg kell becsülnünk minden egyes energia csíkunkat. Hát főleg a hidrogént és a... Ott mi ment el? Itt is van egy iron. Hát ezt is bejelöljük ám. Az meg itt van valahol. Oké. Okay. Ezeket fölvesszük szépen, mert ezek hasznosak lesznek a későbbiekben. Azt mondja, hogy oké. Nem Anknov, hanem ez az. És megpróbáljuk így jól elnevezni őket, úgyhogy Mine Iron 2. Így. Ez is vasbánya, odaírjuk. Ez nagyon jó, már kettő van. Szuper. Ez is megvan. Szuper, jó van. Ha-ha. Nem lesz itt baj, odafele. Ez hasznos út lesz, ez egy felderítésnek vesszük ezt a mai epizódot, illetve ezt az utamat. Hát, ha találunk még másfajta bányákat is, mert most már vasbánya van. Amivel, hát, ha szerencsém van, és meg tudom építeni a hajtóművekből és az egyéb ilyen kramancokból, amit szétbarmolok, a szélturbinát, meg a másik, amit itt segített, a hatoson van, ez a ívkemence, akkor gyakorlatilag tudok kitermelni bőven vasat, illetve vasat fel tudom dolgozni, és akkor lesz vasam. És ha van vasam, akkor azért az már nagyon jó. Abban már sok mindent lehet, akkor már el tudok indulni egy finomító fele is, vagy egy összeszerelő fele is, és hogyha minden jól megy, és a szélturbina elég szeles időt tűnik azon a területen, ahol is vagyok, meg úgy általában mászkálok, 7 perc van, nem tudom, hogy odaérek-e. Kicsit be kéne kapcsolni lehet azért a jetpacket, majd a izénél bekapcsoljuk, hogyha már csak 6, nem 6 perc, ha mondjuk 4 perc van hátra, akkor bekapcsoljuk, nem tudom hány perc. Mennyit megyek most? Mi a sebességem egyébként? 10 méter per szekundum. Az azt jelenti, hogy ugye egy másodperc alatt 10 métert teszek meg. 100 métert akkor 10 másodperc alatt. Ezret meg 100 másodperc alatt. Hát mindenképpen használnunk kell a jetpacket.
Belecsapódjunk, mert az gázos lenne. Jó, így. Lemegyünk és X. Oké, 55. Ez hazafele már gyalog megyünk mindenképpen, mert eléggé fogyasztottuk a dolgot. Innen azért lesétáljuk ezt a 300 métert. 6 percünk van, szétkapni még szét tudjuk azt a cuccot. Nem láttam újabb bánya opciókat egyébként. Most a pillanatokon belül ott leszünk. Reméljük ez egy békés ismeretlen szignál, nem lesz rajt fegyver, mert nincs fegyverünk. Ja, nem, bocsánat, azért menjünk furóval, hát ha itt még találunk valamit. Te mi vagy? Ja, te vagy, már egy régi jel vagy. Hát nagyon közel van. Nagy... Majd bügyörög is nekem. Az mi az? Small battery. Te vagy egy... Egy türelnyő. Hoppa, tolna valami cucc. Jó, azért ebben voltak holmik, amik hasznosak nekem. Ebbe, ez ugyanaz, ugye? Ez a... Pod, ja. Ezeket, ezt nagyon megéri elvinni. Mi bízünk meg még benne, ott van egy, az mi? Az egy ilyen energiaforrás, nem? Nem tudom, azt meghegeszteni, hogy hátha van benne urán, vagy ilyesmi. Speciál content. Aha. Kaptam egy cipőt. Ja, ez egy nyomógomb volt, oké. Okay. Akkor ezt levesszük. Ezt megnyomtam, ezt a gombot, ja, meg okéztem, úgyhogy lett benne egy cipő, nagyszerű. Na, hagyjad már. Oké, okay, esipoljál fölöslegesen. Nem tudom, mivel ment, valószínűleg árammal, tehát elektronos energiával. Nem, semmit nem hagyunk kárba veszni. Ezt mind elvisszük, mert erre szükségünk lesz. Jó. Na mi a felhozata, mennyit sikerült összeszednünk? Azért volt benne holmi, nézzétek meg. Én állam van a palackom, akkor nincs gond, magamhoz vettem mégiscsak. Vagy volt benne, vagy nem tudom, mindegy, ez megvolt. Oké, arra van a podunk 4 kilométerre. Gyors a furóra átváltunk, hát ha találunk itt valamilyen bányát. De nem nagyon, úgyhogy megyünk hazafele. Illetve... Hát, nem tudom. Most azon agyalok, hogy két saját szignálnál lehet, hogy kéne egy kicsit a bányászattal is foglalkozni. Csak az a baj, hogy az energiám az, ami fogytán lesz. Az energiám lesz nagyon fogytán. Aztán nehogy az legyen, hogy nem tudok kijönni a gödörből. Mindegy, ilyen sejjel megpróbálunk azért lefúrni. 12 métert nem tudom, mennyi idő alatt tudok lefúrni. 12 méter volt az, hiszen itt megállapított itt a dolog. Hopp, még egy iron bánya valahol 50 méterre, ezt is bejelöljük. Vagy ez, ez még mélyebben van. Van ő is. Valahol itt, ja. Oké. Okay. Nem pazarlunk, úgyhogy ezt is bejelöljük. Azt mondja, hogy I. GPS, és már írom is át. De minden ilyen Ankonov szignálére el fogunk menni, azt már látom, mert ez hasznos most. Főleg így az elején nagyon is. Iron 3. A jellegi pozíció. Hát nem tudom, hogy van a jelentősége, átírom még egy darabig, azt utána majd nem írom át. Jó. Jó, oké. Ezeket lehet rendezni egyébként, nem nagyon ezek így, ahogy jönnek. Jó, hát ennyit nem fogok lefúrni most, az biztos. Úgyhogy most egyelőre megyünk errefele. Esteledik, vagy mi van? Vagy csak árnyékos területen vagyok? Remélem, ez nem olyan a Minecraft, hogy este jönnek majd a szörnyek. Még a pókok azt hiszem a földön nincsenek. Valahol megint vasat látni. Azt is bejelöljük, a 40, 39, 38, 37, 36, lenne sétáljak a hegyről, mert már nől, oké, valahol itt. I és vas,
Azt mondja, új jelenlegi pozíciókkal. Már nem írom át a vasbányát, csak bírom, hogy mine iron 4. Oké. Okay. Puty. Bevette, ugye? Beám, oké, okay. Jó, mehetünk tovább, megyünk vissza. Most mit látok már megint? Ez ugyanaz a vasbánya, nem izélünk annyit, jó. Saját szignáljaim fele megyünk, úgyhogy az úgy jó lesz. De 50 valány méterről észleli, úgyhogy az jó. De megy le a nap, valamiért. Van lámpám? Nem az ellen. Ja van, oké, de az megint energiát fogyaszt, úgyhogy... Attól tartok, ha energiám nincs, akkor nem tudom használni a jetpacket sem. Ami nem jó dolog. Kicsit se. Energiát meg ugye nem tudok magammal vinni. Bármennyire is szeretném. Valamennyi vasat kéne hazavinnem még, és akkor tökéletes lenne ez a túra. Azt gondolom. Azt gondolom bizony. Mindjárt ott leszünk, már kilométeren belül vagyunk a saját szignáljaimhoz. Az a 12 métert megpróbáljuk lefúrni valahogy sréjen ügyesen, hogy ki tudjak mászni a gödörből. Az utolsó, hát már, ja, ha az energia marad, akkor azt csináljuk, hogy a jetpacket azt használjuk a hegyen átkelésre, és akkor hamarabb hazaérünk utána. Lehet, hogy még ebben az epizódban haza is érünk. Később majd jönnek ám jobban az izgalmak. Ez is izgalmas egy kicsit, hogy életben maradok-e. De ugye itt még nem tudok nagyon építkezni, mert nincs semmiből. Hát ez így minden egyes dolog így kezdődik, de ennyire nem menjünk előre a dolgoknak. Biztos, hogy jó lesz ez is majd. Csomó ötletem, tervem van. Na 480 méter mindjárt ezen a gödrön átmegyünk, amiben lehetne akár valami. De kár, hogy nem ott van, mert oldalról is be lehetne fúrni. 300 még messze van sajnos innen. De most már közeledünk, közeledünk azért. Közeledünk a kis bánya opciónkhoz. Az első volt egy kicsit mélyebben, nem az első volt a jobb szerintem. Hopp, itt is van egy bánya valahol. Lehet, hogy is tizenvalány méteres lesz, megnézzük. 12, 11... 11, 12, ja itt. Ha legyen, téged is fölveszünk. GPS, jelenlegi, oké. Okay. Akkor ez is mine, iron, 5-ös. Ennyi bányám nem volt korábban, úgyhogy most nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Ez közel van a földszínhez, megint egy ismeretlen szignál. Potyog lefele, ez pont kb. Hát nincs része a hazának, de... De ezt is megnézzük. Nem fogjuk hagyni. Viszont ide megpróbálok lefúrni. Mennyire fogyaszt? Hol a jelem? Az iron jelem. Ja, ott. Iron. Kell a lámpás. Jó, arra fel van az iron. Jó, most megyünk lefelé, nem tudom, ez egy elég meredek, nem ilyet akartam. De mindegy, most már talán elérjük lassan a kívánt ércet. Na, hogyan vagyunk, várjatok, hát itt kéne lenni az Ironnak már, vagy ez már az. Vasérc, ja. Jó, ez az. Akkor valamennyit itt kiveszünk ebből. Figyelve az energia szintünkre azért. Jó, ugye lemegyünk, itt szedegetünk össze vasa. Összeszedünk mindenfélét, aztán meglátjuk, hogy mi az a széna, vagy mi a tök volt, az mindjárt megnézzük. Nem kell olyan óriási mennyiség. Aha, követ, ezt kidobjuk, az nem kell. Az volt az a furcsa, oké. Okay. Jó, itt egy kicsit még bányázgatok, egy hangyányit. Aztán elkezdek a... ezére is rámenni.
kijutásra egyrészt, másrészt meg a szignálra. Pár, nem kell olyan sok, pár ezer vasércet összeszedünk, aztán inventory full, oké. Okay. Kidobjuk a ezt, kő az jó nagy, te mi vagy, vasérc, te is vas... Inventory full, oké. Okay. 8,6k, az mondjuk gáz, hogy full az inventorim, de hát mindegy. Na, bekapcsoljuk a jetpacket X-el, és elkezdünk fölemelkedni, így-ni. Oké, okay. Kim vagyunk, ez egy bánya, a... Hol is a lyuk? Hol a lyuk? Bele fog esni, mint ahogy kell, hol van? Ennyire eljöttem tőle. De durva. Nem látom a lyukat. Ja, itt van, aha. Jó, szerintem ide rakok egy... kocekot, így. Hát, nem tudom, meg is hegezhetjük. Jó. Így még azért maradt vasam, nem? Hát három, nem sok. Ebben mennyi vas volt? 20. Hát ezt nem nagyon pazarolhatom ám. Most még. Jó, mindegy, akkor elvisszük. Na, hol van az ismeretlen szignál? Arrafele. Menjünk oda gyorsan. Remélem be tudja tölteni. Ja, betöltötte, király. De gyorsan lereppenünk, oké. Mi történt? Ja, megijedtem. Ez egy kicsit másfajta, nem? Pakolászunk benne. Van benne egy jobb furó. Ebből tudok valahogy kivenni? Inventorim fullon van, az a bajom ám. Ennek a felét kéne valahogy kivenni. Mondjuk 4000-et. Jó, és akkor így már lehet, hogy át tudok pakolászni. Jó. Meg valamennyi ilyet is. Jó, hát 9-et, kicsit elvesztünk be. Ja, nem várja, csak nem így akartalak megoldani. Még egy kicsit átrakunk, egy olyan 2000-et. Így. És akkor elkezdem lebontani a srácot. Mert ebben azért vannak jó dolgok. Még azon felül is. Ja, megnyomjuk a gombot. Speciális item. Kaptam még egy cipőt. Jó. Azt visszük. Ez mi ez? Battery. Jó. Várjál csak. Ja, ez az izé volt jó. Az ejtőernyő az. Belebontjuk azért. Amennyire tudjuk. Hoppá, kiesett belőle egy hatalmas kő. Igen, hát ez volt benn. Ne vidd el, barátom, ezt. Ezt a vasércet nem biztos, hogy megtaláljuk valaha is. Utána megyek, aztán meg fölveszek belőle, amit tudok. Oké, okay. Hát egy kisebb mennyiség. Jó, ezzel viszont hazamegyünk most már. Hogy állunk az évvel a hidrogénnel? 89, akkor röpködünk egyet. Megyünk haza. A lámpát lekapcsoljuk, az most nem szükségelteti. Jó, így azért gyorsan haza fogunk érni. Otthon meg ráülünk a töltésre, meg mindenre, úgyhogy nem lesz ezzel baj. Így fogunk közlekedni, amíg tudunk. Podot azt meg, hát reméljük, hogy nem esik rá semmi. Reméljük a legjobbakat. Jó, itt való leszállunk. Oké, ott a pod van, nincs messze, 800 métert lefutjuk. Azt hiszem, hogy beesteledett, vagy nem tudom, ez az este, vagy valami ilyesmi lehet. Bár elég hosszú napszakot állítottam, úgyhogy meglepő, hogy ilyen gyorsan estelet. Lehet, hogy sokáig estébe fogunk játszani. Most, ja, itt is van, nincs fény, oké. Okay. Na jó, röppenjünk, mert haza kéne érni előbb-utóbb. Remélem, jól van a hajó. Na hát, hoztam haza egy csomó minden hasznos cuccot. Ezen van valami lámpa, azt nem ártana kikapcsolni szerintem. Töltődjünk föl, itt még lehet. Igen.
A lámpát ezt ki kéne kapcsolni. Ellen nem lehet. Hát nem tudom, mit lehet itt csinálni. Az O az mi? Semmit nem csinál. Y. Nem tudom kikapcsolni is ezt a cuccot. Vezérlőpult. Na nézzük, antennát, azt bekapcsoljuk. A battery az még jó. A bacon. A jeladó. Jeladó vagy az antenna kell nekem? 400 wattot fogyaszt, ha offolom. Nem tudom, ez maradhat. Orr-detektor az van benne. Tényleg itt nem látok valamit? Mert van benne érzdetektor. Ha, semmi. X. Jó. Nem, minden esetre föltöltöttünk, ez már valami. Oké, okay, I betű. Nem, F. Kipakolunk. Opa. Kipakolunk ide hátra. Ne legyenek nálam ezek a göncök, mert azért sok minden van itt. Mi az? Meg te? Nem telhetett meg. Mi ez? Várja, tömeg 10 liter. Kis acélcső. Nem is értem. Ezt be lehet rakni? Nem lehet berakni. Valamennyit belerakott a hajóba, de vagy valahogy, nem tudom, mintha azt hallanám, mintha működne egy kis nézőgenerátor. De ebben nem láttam semmi olyasmit, ami tudna fémet csinálni nekem. Szóval van egy kis kargó konténerünk, egy túlélő kitünk, ez nem tudom, hogy mi pontosan. Nem tudom, ez mi. Konténer az így néz ki, a survival kit az meg így néz ki. Prakutek hatch. Az ugyanaz, mint a ez. Kb. Auto deploy height. Nem, egy kicsit más. Hát jó. Bármilyen tárgy, amit a survival kit elfogad. De mi lehet ez a survival kit? Na erről nem tudom, sokat tudok mondani nektek. Nem sok tárgyat fogad el, de hát ez a, ennyi vasércem volt. Amon is ott be nullától. Nem. 740. Nekem mindegy, 727-et? Nem fogad el azt se. Na jó, van mindegy. Nem lettünk okosabbak, fölmegyek egy kicsit a tetejére, csak úgy kíváncsiságból X ide ráröppenünk. Az ott mi az? Semmi. Itt fönt nem lehet semmi csinálni, mi? Nem nagyon. Jó. Oké. Na nehogy sérüljünk már. Jó, akkor egyelőre ennyi. A következő epizódban megpróbálunk csinálni valami platformot, amire egy szélturbinát ráhelyezünk, mint energianyerő forrás, és mellé egy ívkemencét. Ez lesz a projekt, hogy kicsit elkezdjük feldolgozni a megtalált vasat, mert akkor tudok elindulni valami kis basic épületet ide létrehozni erre a kis placra. Nagyon elmozdulni nem tudunk, mert erre a hajóhoz vagyunk nagyon kötve. Szükséges nekünk ahhoz, hogy itt tudjak gyártani hidrogént, meg ilyesmit, úgyhogy ja. Jól van. Köszönöm a figyelmet, ez lett volna az első rész ennek azt hiszem ez a harmadik sorozat a csatornám. A következő epizódban jövök vissza majd, és hát az előbb említett dolgokat elkezdjük csinálni benne, és hát reméljük, hogy jó móka lesz majd ez a játék is újra. Oké, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, lájkoljátok, én meg jövök vissza hamarosan az újabb epizóddal. Sziasztok!